Hi! Ó. Nem kellene összefogdosnom az arcom, ugyanis önvarnítóztam. Nem tudom. Látszik-e? Most mostam le a kezem, látszik a kis csík, és picit tettem az arcomra, és nem akartam az egész arcom önvarnítózni, úgyhogy csak egy ilyen kis plusz shade. Viszont, ami most következik. Ja! Végre megvettem a Sky High-nak a színezett verzióját, nem próbáltam még. Nem tudom, hogy ilyen sokára, de végre megvan. Majd lehet felteszem még ma, de inkább azt mondom, hogy holnap. Szóval a terv. Így néznek ki jelenleg a körmeim. És az a helyzet, hogy nagyon disgusting, de hogy be van teljesen alánőve a saját körmöm, viszont 11-én indulunk, ma 27-e van, 11-én indulunk Horvátországba a beach attack-re, és előtte nem akarok két körmöt csinálni, úgyhogy most csak kipróbálok egy színt, mert voltunk múltkor Barbie-val etelézni, és vettem két Crystal Nails-es géllakot, amit már most megmondok, hogy nem jók, mert ez, ami most is a körmömön van, ez egy Diamond Nails-es, a 35-ös szín. A legtökéletesebb nude az egész világon. És azért tökéletes, mert nem fed teljesen. Van egy picike átlátszósága, de jelenleg, főleg úgy, hogy még rámbarnítóztam, az alapból is magamhoz képest barna színemre, nagyon világos lesz, nagyon rikítani fog, úgyhogy van két opciónk. Vagy használni fogom ezt a nude-ot, amit vettem, és ez egy picit sötétebb, vagy kihasználjuk, hogy kivételesen életemben egyszer normálisan barna leszek, és felteszem ezt a gyönyörű, gyönyörű elefántcsont, picit, nagyon-nagyon minimálisan rózsaszín beütésű, hát hívjuk fehérnek fehéret, de már swatcholtam őket, és nem tetszik, hogy mind a kettő annyira teljesen fed. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most a bal kezemen biztosan, egyébként 9:30 van, és még le akarom lefekvés előtt mosni az önbarnítót. Inkább megcsinálom kétszer, mint hogy egy picit túlmenjen, és aztán sárga legyen. Most van rajtam egy órája, úgyhogy még mondjuk egy két órát fent hagyom. Ki akarom próbálni, hogy milyen lenne, hogyha ezt tenném fel, vagy ezt felteszem nagyon vékonyan, és erre teszek még rá, nem tudom, próbálgatni akarom. Most egyébként ezen van egy kis krompor is. Úgyhogy most ez fog történni. Közben a Yuval Ayame, hát podcastet fogom hallgatni, mert nincsen videó, kép, nulla, zero. Úgyhogy marad a hang, de nagyon kíváncsi vagyok már. You didn't have to do much before. Well, it's not that I didn't have to do much. It's just now I have two things that I had to challenge myself to do. Nem tudom, hogy hogy történt egyébként, de olyan szinteken vékony most a körmöm, már mint a mű, a porcelán rajta, hogy elképesztő. Tökéletesen tartja, viszont néha azért, amikor oda csapom valamihez, akkor elgondolkozok, hogy így. Ez mondjuk pont le is törhetett volna, nem tört még le, egyik se. Úgy döntöttem, hogy teszek rá gyorsan egy kis plusz vastagságot, és utána jön majd a szín. Got that book.
Kelly, she forever 25. Used to be the girl to shrink into a ball and cry, but now I be the woman eating little man alive. Yeah, I'm the first in my fam to get a meal, put it in my purse till it bursts from all the bills. In it for the heart of every money is a benefit. I get it, get it, get it, and I'm never getting sick of it. Hard work, working, keep all the exes looking. And if you hang with me, girl, you know you gon' get a Birkin. Watch me making my love. Tetszik. Jó lesz. Szép lesz. Arra gondoltam, hogy erre fogok ráhúzni egy nagyon vékonyat ebből a diamondos rózsaszínből. Csodálatos ez a szín. Dusty pink. Legszebb. Pont azt néztem, valamelyik nap vettem fel egy videót, és fogtam benne egy dobozt. És vágás közben azt szoktam nézni, hogy annyira szépek a körmeim. Nem tudom, hogy más a forma, vagy mi történt, de most nagyon tetszik. Úgyhogy jöhet rá a kis pink. Igaz, hogy így úgy néz ki, mint egy csirkeláb. De szép csirkeláb. Két opcióm volt a mai napra. Opció 1, elkezdek takarítani, és azt veszem fel. Opció 2, kimegyek edzeni érdre a Pilates stúdióba, amiről, hogyha lemaradtatok, akkor mindjárt elmondom nektek részletesebben. És nyilván látjátok, hogy mire jutott a választás. Úgyhogy most gyorsan összekészítem a kis táskámat, és kimegyünk egy nagyon-nagyon keményet és nagyon jót edzeni, amire érzem itt, hogy szükségem van, és utána hazajövünk, és akkor takarítunk, tehát igazából én nem jártam jól, mert mind a kettőt meg kell csinálni, de legalább az izgibbel kezdünk. Úgyhogy összekészítem a cuccokat, és a stúdióból jelentkezem. Meg is érkeztünk a stúdióba, üdvözlök mindenkit, ez itt a No Limits Pilates stúdió. Érdem vagyunk az Artúr üzletházban, és ez itt megöttem Barbie Pilates stúdiója, ahol hárman vagyunk edzők, Barbie, én és Barbie tesója Bence. Teszek nektek egyébként egy linket, ahol be tudtok jelentkezni, hogyha szeretnétek kipróbálni az órákat. Minden nap vannak edzések, és látjátok telefonom biztosan, gépen pedig azt hiszem rá kell kattintani az edzésre, hogy lássátok, hogy kitartja az órákat. De sztoriba, hogyha engem követtek, akkor én teszem ki, hogy én mikor tartok edzéseket, a No Limits Pilates Instagram pedig Barbie folyamatosan posztolja az összes edzést, úgyhogy ott is tudtok jelentkezni. És akkor most a helyzet az lesz, hogy leteszlek titeket, és arra jutottam, hogy egy felsőtest edzést fogunk tartani, ugyanis a lábam az még mindig haldoklik a tegnap előttitől, azt hiszem, úgyhogy kezdjünk hozzá! Life to the next life, yeah. 732 shit, no new shit. I be in EB and Amboy and P-Way and Brunswick and everywhere I go, it's love for me. I hit the club on my lonely, not even my brody. Then I hit the crib with some company. Remember my old bitch was over controlling, I was withholding cause that was too much for me. I had a new bitch who made me look stupid, I kept it moving, now that's a dub to me. Don't want a new John, I'm still trying to move on and put my whole crew on it under a money tree. I know that two wrongs ain't gonna make it right, but I don't want it right, I just don't want you up on me. Girl, if you see me, do not say what's up to me. Don't hit my line, baby, you cannot fuck with me. Say you tried, but it wasn't enough to me. All of that time, girl, you can't make it up to me. It's too late for that, I'm not straight with that. All the things you said, you can't take it back. Bad John, I just mess where my place is at. And if I take it back, I might break it back. I might break it back, break, break it back. Break, 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 break
don't give a fuck, I'ma keep it a stack. All the shit you talking, let me get into the facts. All the shit I'm doing just to keep you on track. Damn. And I'ma let a nigga know, what goes around comes around, how it goes. And I'ma let a nigga know, you love me down from my head to my toes. Shit, like, wait, let me get this straight. Bad bitch, hair late, no she don't play. Tastes too good, he gon' lift me off the plate. And I heard you got a bag, you need a couple of states. But I get it anyway. Wish I never got away. Get the fuck up in my face. I don't need a replay. And you gon' want me back. What you say, can't take it back. Hit my phone by spin it back. Take your heart, take your heart, take your heart. You gon' want me back. What you say, can't take it back. Hit my phone by spin it back. Take your heart, take your heart, take your heart now. Break it back, break, break it back. Break it back, break, break it back. Ugyanabban a ruhában vagyok, amiben hazajöttem. Arra gondoltam, ja, édesanyja csinált sárga marackleklet. Nagyon pici cukorral és olyan finom, savanyú, de édes, barackízű, tökéletes, zseniális. Úgyhogy most kajáltam. És ha jól gondolom, akkor ennek a videónak az elején lesz, hogy mondtam, hogy ezt kipróbálom. Úristen! Got to be beleszáradt aljamba! Ne nézzétek. Ja, próbáljuk ki ezt. Úgyhogy, mik ezek? Hello! Göndörítünk először, mindenképpen. Kíváncsi vagyok, mennyire fogja megtartani. A vízállóját használom, de szerintem tudjátok már, mert 2 éve szerintem biztosan. Amióta kijött a Sky High, azóta Sky High-t használok 95%-ban. És amióta körülbelül az első rendes Sky High után kipróbáltam a vízállót, azóta vízállót használok, mert ha valami megtartja a szempilláidat, akkor az a Sky High eredetinek a vízállója. Úgy állnak, mintha be lenne betonozva. Az egy dolog, hogy nap végén egyébként olajjal is 5 percig szeded le, de gyönyörűen állnak egész nap. Úgyhogy. Vízálló Sky High. Let me see. Oké. Egy kicsit még túl új, úgyhogy vizesebb, mint ahogy kényelmes lenne. De majd szépen szétszedjük. Ez csini! Ami nagyon tetszik, hogy körülbelül olyan, mintha fekete lenne, vagy egy nagyon sötét barna. De mégis van benne egy kis szín. Ez tök hordható. I like it. Pont annyi szín van benne, hogy kiadja azt a kék-burgundi ellentétet. Nagyon bejön. Adunk rá egy kis fény. Cute. Nem bírom ki, úgyhogy... Oké. Nagyon tetszik. Hát ez nagyon szuper. Tudom, mit akartam még mondani. Visszanéztem az edzős klippeket, és látszik, hogy nagyon régen nem edzettem. Szerintem majdnem egy hónap kimaradt egyébként, mi alatt készült Barbie stúdiója, meg jártunk ugye le az oktatásra, Szombathelyre is, meg Győrbe is, és hospitáltunk, és stb. Úgyhogy majdnem
egy vagy két hónap edzés kimaradt, ami rajtam nagyon meglátszik. Kell még egy kis idő, hogy összekapjam magam. Jelenleg Beachbody az úgy jó messze. De remélem, hogy ettől függetlenül tetszett nektek az edzős rész, és hogyha szeretnétek, hogy legyen még pilateses edzős videó, akkor szóljatok mindenképp, mert annyira jó, hogy olyan időpontban tudok menni edzeni, amikor vagy csak én meg Barbie vagyunk, vagy tényleg egyedül vagyok, és nagyon könnyű videózni, nem kell figyelni, hogy bárki véletlen benne van-e, vagy nincs-e benne, nem akar benne lenni, stb. Úgyhogy mostantól bármikor tudok nektek edzős videót felvenni. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, én most elköszönök tőletek, és hogyha véletlen történik még valami nagyon izgalmas ma, amit meg tudok veletek osztani, akkor még inkább visszaugrom, viszont meg kell induljak. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor dobjatok nekem egy lájkot, nagyon szépen megköszönöm, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!